Nem én kértem erre, hanem az egyik atya. A kormánypárti, aki nyilván ön is nagy futballrajongók, meg tudja mondani, hogy hányszor volt magyar bajnok a Csepel SC? Kétszer. Ha a rezsicsökrendésről nyilatkozik, azért veszi fel mindig ugyanezt a barna vadászakot, hogy hatásosabb legyen? Hát nem gondolom, hogy a vadászakó miatt lesz hatásos a rezsicsökkentés, azt gondolom önmagában hatásos. Megválasztás után egyik első interjújában azt mondta, hogy mindig arra törekedtem a politikusi munkám során, hogy ne hazudjak, ne hazudjak. Mondja meg őszintén, mennyire sikerült ezt betartania? Én úgy érzem 100%-osan. Azért vágotta le a haját, hogy ezzel Kövér Lászlót utánozza? Nem, mindig ilyen rövid hajam volt, birkoztam, és ott a szőnyegen az a rövid hajdukál. Korábban arra kérte a csepelieket, hogy az ellenzék rút támadásai miatt mondjanak imát Orbán Viktorért. Ő milyen gyakran szokott imádkozni a miniszterelnökért? Nem én kértem erre, hanem az egyik atya. Én csak közzétettem a csepel.hu-n ezt a felhívást. Szerintem sikeres volt. Ön szerint oroszul jobban szól Bája Lex kedvesem című dala? Nem tudom, én magyarul is, tehát nem az én stílusom, de nagyon szorítottam ezért a fiatal emberért, hogy jó eredményt érjen el. Azt hiszem sikerült. Miben szeretne leginkább Rogán Antalhoz hasonlítani? Jó polgármester szeretnék lenni. Mit lájkolt legutóbb a Facebookon? Nem járok a Facebookon. Érezd és lép meg! Balcsó Tamás több trafikkoncesziót is elnyert az ön kerületében. Hasonló sikerhez mindenképpen Fidesz rendezvényen kell énekelni, vagy elég a Megasztárban szerepel? Nálunk itt a kerületben kizárólag önkormányzati rendezvényen lépett föl Balcsó Tamás, és gondolom, hogy nincs összefüggés a trafik és a rendezvények között. Érezd és lép meg! Szerint Orbán Viktor azon kijelentése, mi szerint a haza nem lehet ellenzékben, akkor is igaz, ha nem önök vannak az ellenzéki oldalon. Egyet értek ebből. El tudná énekelni, vagy esetleg mondani a nemzeti összetartozás dalának legalább az első két sorát? Nem tanultam, meg meghallgattam egyszer. Mit vagy kit szeretne leginkább megfúrni? Most a gáton a helyünk, azt gondolom, ott pedig nem fúrni kell, hanem összefogni. Az egyik legjobban kereső politikusok egyike, országgyűlési képviselőként, fővárosi képviselőként, polgármesterként is kap fizetést. Van azért, hogy megszorul hó végén? Mostanában nincs, én elég szegény családból származom, volt erre példa, most tényleg nagyon jól keresek. És akkor a 13-21-es, ön mit tart az elmúlt három év fideszes kormányzás legnagyobbak lövésének? Nem tudom, hogy volt-e ilyen, hogy legnagyobb baklövés, vannak hibák, azt gondolom, de ezeket mindig sikerül kijavítani.